Hol nem volt? Volt egyszer egy kislány, akit Elizának hívtak. Szép volt, mint minden kislány. És a szülei épp úgy szerették, ahogy minden gyereket szeretnek. Sok szép játéka volt, volt családja, kényeztették. Mindemellett a gazdagság mellett mégsem volt boldog. Ugyanis nem tudta, mi az a boldogság. Soha nem nevetett, nem játszott vagy ugrándozott a többi gyerekkel, és ha énekelt, dalai csupa szomorú dologról szóltak. Gyakran sétált egyedül. Üldögélt egy tiszta vízű patak partján, könnyei a patak ezüst vizébe hulltak. Meglátta ezt egy kicsi, narancsszínű halacska, és felúszott a víz színére. Még énekelni is csak szomorú dalokat tudok. Nem tudom, miért vagyok olyan más, mint a többi gyerek. Erre pedig egyszerű a válasz. Te biztosan elveszítetted a boldogságodat. Ezt a földön van egy ezüst rét, tele ezüst fűszálakkal. De ezek nem közönséges növények ám. Ezek a füvek, ami meg nem született emberek telkei. Amikor eljön a születés ideje, holdanyú lenyújtja érzük karjait, és elviszi őket a földre. Ha visszamennél erre az ezüst létre, megtalálnád a boldogságodat. De hogyan jutottok oda el? Ma éjjel teli hold lesz. Menj ki, pont van éjfél karmazó darabokra, és kér meg holdanyú, hogy vigyen el. Rendben, köszönöm, halaszka! Amikor eljött az éjfél, a kislány félbe pillantott a teli holdra, de az csak barátságosan mosolygott rá. Kedves holdanyú, kérlek, vigyél el engem arra a csodálatos létre, ahol még meg nem született emberek látalak is. Gyere vele, Meliza, de sietnek kell, még éjfél előtt vissza kell érnem. Egy ligeten keresztül vezetett az útjuk. Megpróbált arra felé haladni, ahol a fák között megcsillanni látta a rét ezüstjét. De bárhogy próbált odajutni, a fák mindig elállták útját. Próbálkozott egy darabig, aztán elfogyott a türelme, és egyenesen állt a legbölcsebbnek tűnő fa elé. Mit akarsz tőlem? Miért nem engeditek, hogy tovább menjek? Én vagyok az ezüstrét őre. Senki sem léphet a rétre, mert a végén még valaki letaposná a fűszálakat. És az emberek meghalnának, mielőtt megszületnek. De akkor hogyan szerezhetem vissza az én ellopott boldogságomat, hogyha nem léphetek a létre? A boldogságok nem szoktak csak úgy elveszni. A boldogságokat ellopni szokták. Lopni pedig errefelé a farkos manókoknak. Hol találom azokat az alattomos manókat? Itt laknak a liget szélén. De vigyázz velük, kislány! Nem csak lopnak, de hazudnak is. Eliza keresztül vágott a fák között. Már nem állt az útjába semmi. Amikor a liget szélére ért, észrevette a kis rohamászó emberkéket. Ha nem adod vissza a boldogságomat, rád borítom a hátad tetejét! Elnézést, hölgyem! Itt valami tévedés történt. Én nem vettem el az ön boldogságát. Egyáltalán nem szokásom bárki boldogságát is jobban, amit elvett. Tudom, hogy ti voltatok! Követelem, hogy adjátok vissza az én ellopott boldogságomat! Lopás! Amennyiben bűncselekmény esete forog fenn, célszerű lenne összehívni a gyűlést. Egyetért velem, hölgyem! Mindenki jöjjön ide, összehívom a gyűlést! Egy bűn volt ez a ez a hölgy itt. Azt állítja, hogy valaki, ti közületek, elvette az ő nagyra becsült boldogságot. Kérdem tőletek, igaz ez? Nem, nem. Hallott a hölgyem. A válasz nem. Nem mi volt. Most tehát menjen útjára. Isten velük. Azért ne sírjon, hölgyem. Ha olyan fontos önnek az a boldogság,
menjen és szedjen magának. Tessék! Itt a mocsárban. Nem is olyan messze. Ott nőnek a boldogságok. Olyan virágszerű kis növények. Ki kell látni a gyökerüket, és ott a boldogság. Köszönöm a segítséget! Óvakodjon a mocsár lényektől! Nagyon veszélyesek! Elisa hamarosan megérkezett a szörnyű mocsár szélére. Szegény kislány nagyon megrémült. Szorosan behúnyta a szemét, hogy ne is lássa a sok szörnyűséget, és ne kivágott. Mivel szeme szorosan csukva volt, nem láthatta, hogy a mocsárból milyen teremtények kelnek, és azt sem látta, amikor ezek a lények segítették, hogy ne süllyedjen el az ingoványban. Így ért át a lány minden baj nélkül a mocsáron, nem is gyanítva, micsoda segítőtársai akadtak. Amikor újra szilárd talajt érzett a lábai alatt, kinyitotta a szemét. Hatalmas síkság vette körül, ahol virágszerű növények nőttek. Oda lépett az egyikhez, és elkezdett a gyökere felé ásni. A gyökerek közt furcsa, áttetszően kék buborék remegett. Már éppen hozzáfogott volna, hogy kiemelje, amikor egyszer csak megszólalt a növény. Kérlek, ne! Ne vedd el a boldogságot! Ha elveszek, hogyan éljek? Eliza nem volt gonosz. Nem akarta megfosztani a növényt a boldogságától. Sírt. Könnyei a kék buborékra hullottak, amitől az egyszeriben ketté vált. Így lett egy boldogságból kettő. Eliza óvatosan nyúlt a buborékhoz, a hold felé tartotta, és egyszer csak hatalmas, nagy boldogság töltötte el. Olyan, amilyet eddig még soha nem érzett. Mosolyogni kezdett, egyre csak mosolygott. Majd a buborék hirtelen eltűnt, de a kislány nevetése nem szűnt meg, hiszen a boldogság már az ő szívében lakott. Hazatért a holdsugaraival, és attól kezdve nem volt nála boldogabb gyerek a Földön.